Ó, Gec, hát ez még be se köszöntem, de ma most szégyenkezem egy kicsit. Nos, akkor sziasztok srácok! Most így beköszöntem, rögtön repülhetünk is vissza 91-be, és hát a 90-es évek elején kezdett el sugározni a RTL egy olyan sorozatot, amit mindenki nézett, de senki se látott. Inkább senki sem merte bevallani, mert olyan cringe faktor volt benne, hogy ez eszméletlen. De hát valamiért mégis minden tini ott ült a képernyők előtt és nézte, fiú-lány egyaránt, és ez nem más volt, mint az első csók. És ha most 30-as vagy, és ezt a videót nézed és hallgatod, ne tagadd le! Le nem mert tagadni. Tudod, miről beszélek, és ismered is a sorozatot, akármennyire gáz volt. Végül is csak rólunk szólt. Akárhogy is nézzük, akármennyire is bugyutál volt az egész koncepció. Ugye francia sorozat lévén, ugye a francia fiatalok minden nap így mutatta be, hogy a iskolában ugye megpróbálnak barátkozni, akkor rátalálni az igaz szerelemre, összevesznek, kibékülnek. Lényegében ilyen tini dráma, vígjáték francia módra a fiataloknak. Főszereplem Justin, aki amúgy egy ilyen mellékszál volt egy régebbi sorozatban, ami ezelőtt játszódott, és ugye az írok először ezt jegyezték, ez volt az első szériájuk, az nem más volt, mint a Helen és a fiúk, amiben Justin ilyen mellékszereplő volt, és Helennek a húgát alakította. Aztán mivel ugye a Helen és a fiúk befutott, és elég nagy népszerűségnek örvendett, megírták Justinnek is a történetét, egy másik iskolába, más barátokkal, tudjátok, más szerelemmel, családdal, és egy olyan barátnővel, aki az inger küszöböt olyan magasra baszta, és a cringe faktort egészen az égig feltolta, egy Annette nevű lányjal, aki hú te, tehát ha van nála idegesítőbb sorozat karakter, akkor nem tudom ki az, de ezt júj te, ezt mindenki akkor utálta, mindenki megtépte volna, mindenki. Még a hideg is futkos átomon, ha meghallom azt a vékony hangját, ahogy nyivákolt, főleg ugye, mert szerelmes volt Justinnek az apjába, és ezt mindig tudatta is, hogy jaj, Gerard úr, hát ne egyen annyit, mert elhízik, ja, Gerard úr, én magát nagyon csodálom, és tisztelem. Azt a kurva te. Basszus, olyan volt, mint egy rajzfilm figura, mintha onnan szökött volna valamik a rajzfilmből. Két oldalt, ugye kis lófarkak, szemüveg, és ez a nyivákoló hang hozzá meg azok a ruhák, amit fölvett mindegyik színesnél színesebb, ócskább, hát, és érdekes mód, ő volt a sorozat egyetlen központi alakja, aki legjobban megmaradt mindenkinek, értitek? Már majdnem, hogy azt mondom, ő volt a motorja, pedig nem is róla szól, csak egy mellékszereplő volt. Viszont kurva idegesítő. És minden részben vártam, és mindenki más is, hogy valaki végre arcon nyomja, hogy megboruljon, mert mindenkit irányított, érted? De hogy mindenkinek okosabb volt, tudjátok, az aki mindent jobban tud, okoskodik, ide megy, oda megy, te csináld, én jobban tudom, és folyamatosan ez ment, és azt vártad, hogy valaki kibassza az ablakon úgy, ahogy van, de sose jött el. Aj, azt a kurva, pedig de jó lett volna ezt megnézni, ez most szörnyű ezt mondani, de úgy, de élveztem volna valaki így, kussolja és jó arcon veri. De tényleg, ez szörnyű, de ezt kár, hogy nem húzták meg az utolsó részbe. És a mélyvíz gyerekek, hogy ezt a karaktert a színésztő találta ki, tehát ő rögtön özte. Mert eredetileg beszédhibás lett volna az Annette, de mivel ezt nem tudta megvalósítani, ugye a castingolók elé úgy állt oda, hogy ilyen magasabb hangon kezdett el vinyogni. És hát ez meg is tetszett a készítőknek, és így benne hagyták ezt a karaktert, hogy akkor innentől kezdve ez így jelenik meg majd a sorozatba. De szerencsére nem róla szólt a sorozat, hanem Justin és Jérôme kapcsolatáról, főleg az ő szerelmi kapcsolatukról, hogy vajon kitart-e a sorozat végéig, vagy szétmennek, de hát ugye hogy legyen egy kis intrika, egy kis kavarodás, ezért volt, hogy szétmentek, aztán újra összejöttek, tudjátok, ez a Chevrolet Chenille-ket kapcsolat, és hát az ő baráti körükről, amiben tényleg ott volt Annette, hát hiszen ő volt Justin legjobb barátnője, de ott volt még később Suzy és Susan, az ikerpár, akik szintén eléggé vinyogóak voltak, aztán jött még az Annette másik megfelelője, férfi megfelelője, Aristide, aki szintén ez a tipikus, tudjátok, kocka, de olyan szinten kocka, hogy még nyomunk egy ilyen görbetükröt is elé, és nagyon vékony, nagyon szemüveges, nagyon hülye ingekbe, és nagyon ilyen pántosgatjába Hosentrogert viselt, hát szóval
katasztrófa volt. Hát ő se volt a kedvencem, megmondom őszintén, de ott volt még Luc. Luc az egy jó figura volt, de ott volt még Joel, aztán később Virginia, aki nekem nekem ő tetszett a legjobban, megmondom őszintén, de ott volt ugye Justinnek az ellensége, mert minden suliba tudjátok, van az aki tipikusan a hülye picsa, és mindig csak ki akar szúrni a főszereplővel, ez volt Isabel. Így összegzésül talán unalmas is lesz, amit mondok, de én azt hiszem, hogy akkor tájt, mikor ez a sorozat is készült, valahogy a készítők jobban odafigyeltek arra, mit írtak. És nem ilyen beképzelt bunkó karaktereket, hanem végtelen egyszerű. Talán pont azért, mert hétköznapiak voltak a karakterek. Mindenki tudott valaki alazoskulni. Ott volt Luc, ugye, aki inkább csak csajozott, mert hát fiatal volt, mit csináljon igazából, suliba jár, csajozik, vagy munkát próbált keresni, hogy a tanévet kihúzza, hogy legyen pénz is a csajozásra. De hát ott volt Jérôme, aki Justin belátta az örök szerelmet, ugye 10 évesen, hát ezt mindenki átélte, hogy összejött valaki, és azt hitte, ez lesz az első és az egyetlen, a végső szerelem, aztán mégse így lett. Ott volt ugye Justin, aki szintén ugye ezt Jérôme-ba látta ezt a fiút, aki neki a legnagyobb szerelme lesz. Hát vannak viszont elég rossz a helyzet, aki a net helyébe látta magát, mert akkor hát az részvétem, csak ennyit tudok mondani ehhez, de valahogy mégis tényleg rólunk szólt ez a sorozat. Nem volt túlírva, nem volt nagyon így elnagyolva, mindenki így játszotta, hogy a önmegvalósítás, ami most megy nagyon, és én eltúlozzák ezt, hanem végtelen egyszerű, csak próbáltak élni az életüket. A most már így számunkra ezek kis gondok, ez az egyetemi, vagy főiskolai, vagy általános iskolai élet is, akár szerelmi élet, ez tök úgy gyerekes. De nekik nagyjából ez volt az igazi gondjuk, ugye meg, hogy jól tanuljanak, a vizsgákra fel tudjanak készülni. Szóval tényleg ilyen egyszerű karakterek, hétköznapiak voltak, és ezért mondhatom, hogy most így visszagondolva már nem is szégyenkezem, jó volt ezt nézni, és azonosulni velük napról napra. Úgyhogy ha lehet, már nem tudom, hogy hol lehet egyáltalán felszerezni, na szóval megszerezni részeket, mert nekem csak pár rész van meg egy bizonyos endkorról, de amúgy a YouTube-on is csak eredeti nyelven van fönt a sorozat, úgyhogy nem tudom. De ha sikerülne megszereznetek, akkor ajánlom, hogy nézzétek meg, ennek van folytatása, a második csók, ami szintén velük foglalkozik, és az is nagyon-nagyon jó. Hát ugyanazt folytatja, úgyhogy azt is érdemes megnézni, úgyhogy nagyon tudom ajánlani ilyen, aki szeret retrózni, hogy mégis mit mentek régen, és jobban szereti a régebbi sorozatokat, azoknak ajánlom. Úgyhogy köszönöm srácok, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!